Vannak a fociban legendák. Ami Angliának David Beckham, vagy a Barcelonának Lionel Messi, az a nyolc kerben Pindibá. Egy mindenre elszánt egykori NB3-as focista, aki a kerületi kisvagányokból állította össze élete nagy csapatát. Zecsényi! Keresi! Varga! Pindánk! Varga! Vidá! Horváth! Szondi! Petro Kapu! Takács! Rádi! Kozsi! Sarafeddi! Jó estét, uraim! Lacka bárnok, tisztelettel jelentem, az edzésen 12-en megjelentünk. Tehát a 16-os keretében. Szuper gyerekek! Lóra, labdákat megfogni. Az edzésen megjelentek száma 12. Laci bácsi a tréner elégedett. Lehet fújni a sípot, szaladgálni a bójákig és kimelegedni, meg lelkesedni is lehet. Hajrá, orcikerti farkasok! Orcikerti farkasok! Ez Pindák László csapata, egy igazi józsefvárosi csapat, amit Pindibá a régi fűvészkerti grunthelyén a nyolc kerületi utcák és a helyi iskolák srácaiból verbuvált. Gyerünk, azaz cselesz ki, mert kell egy csapat, kell. Az kell. Így hát Pindák László volt NB3-os játékos, örök sportrajongó, nyugdíjas tűzoltó, maga köré gyűjtötte a kerület többnyire hátrányos helyzetű gyerekeit, és megcsinálta az ő igazi nagy csapatát, és már segítői is vannak. Kettő elő, kettő hátul, jó? Itt van rögtön a fia, a kis Pindi. Ifja Pindák László sokszoros válogatott jégkorongozó volt, ma hoki és látják pályaedző is. Aztán segít még a 8. kerületi önkormányzat, no meg itt vannak a lelkes sportapukák és sportanyukák, na de vannak itt még mások is. Igen, ára, ára, ára! Gyerünk! Oké! Király vagytok! Az afrikai sportársak Nigériából jöttek, és évekkel ezelőtt itt a Józsefvárosban megalapították saját fociklubjukat. De ahhoz, hogy a Budapest bajnokságon indulhassanak, ki kellett állítaniuk egy utánpótlás csapatot. Így hát nevükre vették a Laci bácsi fiait. Szóval íme egy igazán sokszínű vidám társaság, az afrikai józsefvárosi magyarok csapata, ahol Pindák papa a király. Az nagyon segít! A nagyon jó papa, az neki... Mindig rendes csinálja egész az a gyereke. Vedd el, próbáld el, csak ne kézzel. Ne féljél, szép arcú! Másnap reggel 9 óra. A szomszédos kerület a Ferencváros egyik játszóterét idősebb Pindák László nyitja. Társadalmi munkában nyit és zár, és társadalmi munkában edzi a srácokat is. Tagdíj elvileg van, csak senkinek sincs pénze befizetni. De se baj, hiszen Laci bácsinak a közjó, a sport, a szervezés a mindene. A szervező titkár voltam a kézbe, és hát kész, sokan szégyeli. Akkor ez volt nekünk, így nőttünk fenn tűzoltóságot. Mi csináltuk meg a kis szervezetet, a abból állt, hogy fociztunk, kirándultunk, Mikulás ünnepséget szerveztünk, tehát mindent átvállaltunk a testtől. A testület pedig a Ferencvárosi Tűzoltóság volt, ott dolgozott 23 évig, vonult és oltott is, de az nem nagyon jött be neki. Kiderült, hogy tériszonyos vagyok, aztán kiderült, hogy nem bírom a vérlátványát, amikor egy villamos emelésnél visszaejtettem, és akkor mondták, hát ugye talán észre lehetően van egy kis beszélőkem is, itt telefonközpontos lettem. Na hát az lett az én világom. Szia, anya! Idősebb Pindák Lászlónak egy nagy-nagy bánata van. A felesége súlyos betegsége. A játszótér után minden nap Veronkát látogatja meg. 42 éve házasok, most lesz az évfordulójuk. 42 szál gyertya lesz, és a 9 keleti tűzoltóság jön ki egy fecskendővel, hogyha kigyulladna itt valami, akkor helyben a 42 szál gyertyát eloltják. Fiúkkal meg van beszélve, és innen jövök létrán, jövök be, itt lépek be az ablakon hozzá, mint a Mikulás egybe. Hogy lehet kibírni? Hát ezt Veronka tudja, és tudja, mert az elmúlt évtizedekben elég jól kibírták egymást. Milyen ember? Szörnyű. Azért hoznak minden nap ilyen leves, mert általában ezt te nagyon szereted. Nem tudod megunni. De
délután 1 óra. Idősebb és ifjabb pindák együtt ebédelnek. Persze hol másutt, mint a Ferencvárosi Művelődési Házban. A háttérben turibolt, az előtérben étterem, és Pindi bár romantikázik kicsit a régi fradista időkről, amikor a rajongói klub elnökeként drukker buszokat szervezett a meccsekre. Kellő mennyiség alkoholt is elfogyasztottak a kedves szurkolótársaim. Jó volt, nyertünk idegenbe, a Fradi dagadta mellünk, és akkor út közepe fele már akkor nyomták ott hátulról. Ez volt az köszönöm. Thank you. Pindi bá a legnagyobb király, a legnagyobb király, a legnagyobb király. Na gyerünk tovább. A ferencvárosi király, aki a Józsefvárosban is igazi nagymenő, megpróbálja összeszedni a csapatot, mert ma nagy nap van, meccsük lesz. Méghozzá a Fradi egyik utánpótlás csapatával. Rencsényi! Imike! A Trencsényi Imi az nincs meg, pedig kell a csapatba, és még be kell gyűjteni a többi vagányt is. Mi lesz ebből? Irány a suli. Hál' Istennek a kis Ricsi és az Ahmed legalább megvannak. Már időben megveszünk, egyszer 14:30, akkor 14:30 gyerekek. A meccs 17:30-kor kezdődik, és még melegíteni is kell. Trencsényi viszont még mindig nincs meg, pedig az Orcikerti farkasok jó gyerekek, csak még egy kicsit nevelni kell rajtuk. Jó eszű gyerekek, akik nem jó tanulók. Például a Ricsike. Hányas vagy most, Ricsi? Volt egy kicsi a héten? Ez is a 3,5. De lehetni 4,5 is? Lehet. Lazán, ennyi. Bácsi! Ave! Kesztyűben nem fogunk kezet már megbeszélni. Nem, vedd le a kesztyűt. Hát milyen viselkedés? Mire tanítalak benneteket, nem? Ez Laci bácsi neveldéje, ahol szépen, hangosan kell köszönni, pontosnak kell lenni, és nem csak a gól, hanem a sportszerű játék is fontos. Szimpatikus, sportszerű gyerekek vagytok. Mérkőzés előtt kezet fogunk, mérkőzés alatt vétlen, valótlan sérülés, vagy valamilyen odarugok, kezet fogok, bocsi, nincs mindjárt ugye vendetta, hogy azonnal visszarugok, ezt megbeszéljük, ezt ki kell ölni. Pindák László gyerekei áhítattal hallgatják a mestert. A mestert, aki onnan jött, ahonnan ők, és akit a sport emelt fel, úgy, ahogy talán majd őket fogja. Ha én nem sportolok, akkor lehet, hogy én is bandáztam volna, mert én is vágtunk a ülőjúton kirakatüvegeket, aztán csináltunk apró csintevéseket, és akkor a 59-ben, 12 éves koromban mentem le a budapesti Honvédba, és ez a rendszeresség, ez elvitt attól, azok a barátaim, akik folytatták az utat, azokból többen a börtönökbe végezték. Én azt szeretném, hogy az én gyermekemből sztár legyen, focisztár. Nem ilyen, hogy gagyik. Komolyan vesszük már az edzéseket, és amúgy. Jó, Laci bá szereti a gyerekeket. Trencsényi Imit, az Orcitéri farkasok egyik legendáját egy 8. kerületi szobakonyhás bérlakásban találjuk meg. Nincs baj, mindjárt ő is ott lesz a meccsen, csak egy kicsit elnézték az időt. De a mama azért nagyon komolyan veszi a sportot, és persze Laci bácsit is. Adják oda magukat, ne játszanak, hanem meccs van, győzelem kell, győzelem. Közben a Fradi elleni meccs előtt Laci bá újra és újra kiosztja a posztokat, de még mindig nincs meg a kezdőcsapat. Még a kis Trencsény, nem tudom, hol vannak a Trencsények, hihetetlen. De végre befut Trencsényi, és együtt van a Pindák család összes férfi tagja is. A legkisebb Pindi ugyanis persze a nagypapa csapatában játszik. Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen! A mérkőzés előtt meglepetés írja a fiúkat. A Fradi két nagy legendája, a sokszoros válogatott Dragóner Attila és Lipcsei Péter megajándékozzák az Orcikerti farkasokat. A labdát azt jó sokáig rugdaljátok, hogy hamar kopjon el, és akkor majd pótoljuk. Egy zsáklabda és a Lipcsei Peti a klub legendája, meg egy garnitúra szerelést is hoz, ami jelképesen jó, jelképesen egyet kérdezik. És ez már a nagy összecsapás. Azért mondom, Ricsi, kezdje hátul, hát ennyi. Ez a rutin. A nagyok az ifjú tehetségeket figyelik, a kicsik a labdát kergetik, és Laci bá, hát ő meg erősen drukkol és irányít. Gyere ki! Hosszú sarok! A végeredmény Fradi, Orcikerti farkasok, 4-1. Ez van, lesz még jobb is. Ezért kár volt eljönni. Nem passzoltunk, de volt pass, de volt önzőség is. Ballal, az életben nem tanulsz meg, egylábas leszel.
az meg nem futballista. Mert kell egy csapat, kell, mondta Minari Kede Sándor Pál remek filmjében a Régi idők fociában. A filmbéli mosodásból lett foci menedzser, a Csaba Gyöngye ezt célt rajongott. Most meg itt van az igazi Minari, pontosabban az igazi Pindák, aki tűzoltóból lett edző. Ő az orcikerti farkasokat akarja nagyját tenni. Olyan nagyjá, hogy egyszer majd a Fradit is megverjék. A Naplóban Hadas Krisztina riportját látták.